Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és énekeljük el a 230. énekünket. A 230. éneket végig áll a Krisztus szent keresztje elmúlás és rom felett. Maradva imádkozzunk. Istenünk, hálásan köszönjük ezt a csendes vasárnap estét. Köszönjük, hogy noha te mindent tudsz rólunk, mégis szeretsz. A te szereteted bizonyságának vesszük ezt is, hogy itt lehetünk most. Kérünk, hogy tedd világossá ma este mindannyiunk számára, hogy hol vagyunk mi lelkileg. És akárhol vagyunk, onnan vonzom közelebb te hozzád a te szereteted. Szeretnénk valóban a te keresztednek az értelmét jobban megérteni és hinni, megváltó Urunk, Jézus Krisztus. Segíts, hogy megismerjünk téged, és aztán teljes meggyőződéssel elismerjünk életünk Urának. Segíts, hogy igazán higgyünk benned, és veled együtt tölthessük a földi életből hátra levő életünket, és majd az örökké valóságot. Amen. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet és kedves vendégeinket. Aki nem tudja, annak mondom, hogy kicsit szokatlan lesz a ma esti istentiszteletünk. Szeretném kérni, hogy akit meglep is, ne botránkozzék meg rajta. Gyülekezetünk most 70 éves, és néhány hónapon keresztül ezeken a vasárnap esti istentiszteleteken
a megszokott igehirdetésen kívül még valami mást is szeretnénk nyújtani a gyülekezetnek. Ma estére gyülekezetünk ifjúsága egy színdarabbal készült. Nem akarnak ők itt szerepelni, és a szó rossz értelmében színészkedni semmiképpen, egyszerűen csak elmondanak valamit, amit éppen színdarab formában írtak meg, ami elgondolkoztató és eszméltető, tulajdonképpen ez a kis színdarab maga is egy igehirdetés. Hallgassuk így, és egészen biztos, hogy így hasznos lesz a számunkra. Utána pedig majd egy egészen rövid ige magyarázat hangzik el. Maga a színdarab körülbelül egy órás, az ige magyarázat nem lesz több 5 vagy 10 percnél, úgyhogy a ma esti alkalmunk egy picit hosszabb lesz, mint ahogy megszoktuk. Általában 7 óra előtt kimegyünk innen, ma úgy 7 óra 10-kor ér majd véget. Én át is adom a szót gyülekezetünk fiataljainak. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit Álom vagy valóság című színdarabunk előadásán. Amint a cím is utal rá, színdarabunk egy álomról szól, amely a valós világot jeleníti meg. A szereplők nem hivatásos színészek, hanem ifjúsági közösségünk tagjai. Az általuk megjelentett karakterek, kitalált személyek, kivéve az utolsó szereplőt, aki a saját életéről fog beszélni. Ha valaki mégis hasonlóságot vélne felfedezni az itt megjelenő karakterek és saját élete között, az nem a véletlen műve. Vasárnap volt. A Kovács család templomba készült. Erre amúgy csak nagy ünnepeken került sor, ezért ez az esemény kisé kizökkentette a Kovács családot a jól megszokott kerékvágásból. Kovács úr idegesen tisztogatta új autóját, mialatt felesége már órák óta a fürdőszobában csinosította magát. Nem igazán tudta, hogyan is kellene kinéznie lánya konfirmációján. Persze nem hiányzott ez senkinek, de a nagymama úgy ragaszkodott hozzá, nem akarták megbántani szegényt. A hosszas készülődés miatt 10 perces késéssel érkeztek a templomba. Az idegességtől remegve kerestek maguknak ülőhelyet. A kezdeti feszültség után Kovács úr hamarosan azon kapta magát, hogy képtelen figyelni az elhangzó istentiszteletre. Már az éneklés közben is a padozat erezetét és furcsa mintáit nézegette, majd lassacskán elszenderült. Álmából csak a pad remegése riasztotta fel, amikor mindenki felállt a fogadalomtételre. Boldog tudattal töltötte, hogy már nincs sok hátra, lelki szemei előtt pedig a paprikás csirke képe lebegett. De aztán még az a néhány perc is egy órának tűnt, míg nem a lelkész az áldással elbocsájtotta a gyülekezetet. Kovács úr gyorsan betuszkolta a családját az autóba, majd a többieket sikeresen megelőzve hazahajtott. A vasárnapi ünnepi ebéd után Kovács úr szokása szerint kanapéjára heveredett. Örült, hogy a délelőtti kellemetlenségek után a világ rendje helyre áll. El is szundított hát. A padláson pedig porosan ott hevert egy Biblia. Thank you.
hol vagyok? Elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghalnak, azután pedig ítélet következik. Önnek megállt a szíve, Kovács úr, meghalt. Rövidesen Krisztus ítélőszéke elé fog állni. Nem sokára az fog kiderülni, hogy ön hol tölti majd az örökké valóságot. Van egy ajtó, a kárhozatra nyílik, sötét út le a pokolba. De van egy másik ajtó is. Mi van mögötte? Amit szem soha nem látott, fül soha nem hallott, amit az embernek szíve soha meg se gondolt. Ezt készítette el Isten az őt szeretőknek. A mennyország? Így van. Nos, Kovács úr, most meg kell beszélnünk, hogy hova kívánkozik. A mennybe szeretnék, természetesen. Azt mindenki szeretné. Tényleg? Azelőtt a földön sokan mást mondtak, hogy unalmas lehet a mennyben, meg ilyenek. Nagyon hamar megváltozik a véleményük, miután megpillantják a valóságot. A kárhozat rémisztőbb, mint azt a megromlott emberi elme valaha is elképzelhette volna. Júj, kérem, én mindig is riadtam az ilyen sötét dolgoktól. Ezért szeretnék a mennybe jutni. Előzetesen jelentkezett? Nem, de most szeretnék jelentkezni. Innen nehéz. 1000 pont szükséges. 1000 pont? Hogyan kaphatom meg? Jó cselekedetekkel, kifogástalan életvitellel, tökéletességgel, bűntelenséggel, de mindenek előtt Isten kegyelméből, mert kegyelemből van üdvösségetek. Jól van, ne is folytassa, rendben lesz. Mindig is jó ember voltam, és igaz. Várjunk. Itt fent az a tapasztalat, hogy önmagában nincs egy igaz sem. Tessék! Elkezdjem? Vagy maga tesz fel kérdéseket? Kezdje csak el. Jól van. Családszerető ember voltam. Másokért éltem. A feleségemet nagyon szerettem. Szinte soha nem veszekedtünk. Mindig fáradhatatlanul dolgoztam, hogy jó anyagi körülmények között éljünk. Itt van például a ház, az új autó, a nyaraló. Kovács úr, ez mit sem ér? Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri? Lelkében pedig kárt val. Értem. Azt tudom, kevesebbet hajtok. De hát csak nem járathattam használt ruhákban a családot. Mit szóltak volna a szomszédok? Mi büszke emberek vagyunk. Aki felmagasztalja magát, megaláztatik. És aki megalázza magát, felmagasztaltatik. Már ez is baj. Na mindegy, folytatom. Szóval a feleségemet soha nem csaltam meg. Egy pillanat. És gondolatban? De gondolatban? Ugyan már. Mi mindent meg nem tesz az ember gondolatban? Kovács úr, az én uramnak nagyon finom érzéke van az igazsághoz. Ő azt mondta, aki parázna kívánsággal tekint egy nőre, az már paráználkodott az ő szívében. Fú, szóval ezért nem kapok pontot. És amiért jól bántam a feleségemmel? Azért kapott, Kovács úr. Rendben, folytassuk a fiammal. Nagyon szerettem, a legjobb iskolákba járattam. Éjjel-nappal a lelkére beszéltem. Fizettem a korrepetálását, a rengeteg külön órát. És mi lett belőle? Fél éve láttam utoljára. Nem nagyon tartjuk a kapcsolatot. Felém se néz. Ez a hála! Kovács úr, ön szorult helyzetbe hozta a fiát. Mindig is túl sokat követelt tőle. Soha nem érdekelték a fia valós problémái, igényei. A fiában akarta megvalósítani mindazt, ami magának soha nem sikerült. Akkor ezért sem kapok pontot, ugye? Hát, nem sokat. Nézzük meg a munkámat. A család mellett a munka volt a mindenem. Mindig elvégeztem a rám bízott feladatot. Ez ér valamit, nem? De a megbízhatóságot értékeljük. Ott van például a főnököm.
Soha nem mondtam meg neki a magamét. És a háta mögött? A háta mögött? Hát hogyan mondtam volna meg másképpen? Kirúgott volna, és nekem családom volt. Nem tettem szóvá nyíltan semmit. Viszont én elviseltem azt az embert. Ez kevés. Szeretnie kellett volna. Szeretni? Igen, szeretni. Isten két fő parancsolatot adott az embernek. Az első, szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes elmédből és minden erődből. A második, hogy szeresd fele barátodat, mint magadat. Ebből épül fel a törvény. Az emberi élet voltaképpen a szeretet elfogadásából és továbbadásából áll. Ha ez nem nyilvánul meg tettel, szóval, gondolattal és elakad, ön vétkezett. Vétkezett Isten és fele barátai ellen. Jaj, azt hiszem értem, mire gondol. Hány pontom van? 32. Csak 32? Értse már meg, én egészen normális ember voltam, soha nem voltam különösebben rossz. Maguk itt nem lehetnek ilyen kicsinyesek. Nézek, Kovács úr, Isten senkit sem hagyott a felől bizonytalanságban, hogy ő az élet végén ítélni fog. Erről maga is hallott, vagy nem? Igen, persze. De azt gondoltam, hogy nem vagyok annyira rossz, hogy elítéljenek. Akkor Isten miért küldte el a fiát, hogy meghaljon a bűnösökért? Hiszen abban hittem. Hát nem az van a Bibliában, hogy az kap örök életet, aki Jézus Krisztusban hisz. De igen. Lám, milyen jól kiismeri magát. Maga azonban, Kovács úr, egyáltalán nem hitt benne. Azzal, hogy néha vasárnaponként a templomban ilyesmikről gondolkozott, csak be akarta biztosítani magát. Jézus megváltó halálára azonban nem volt szüksége. Saját cselekedeteivel akart boldogulni. Szíve mélyén nem volt meggyőződve arról, hogy Isten fiának egyedül csak önért is meg kellett volna halnia, mert Isten előtt nem fog tudni megállni, hiszen maga nem is volt olyan rossz. Értem. Ezt sajnos el kell ismernem. Viszont nem is emlékszem rá, hogy valaki mondta volna, hogy itt ilyen szigorúan veszik a dolgokat. Van még valamilyen lehetőségem? Nézze, én csak egy angyal vagyok. Az ítéletet a fiú tartja. Az én dolgom csak a könyvelés. Mindent, amit tett, felírtunk egy könyvbe, jót és rosszat. Ezeket még jobban összevetjük, ha azután az 1000 pont megmarad, tovább mehet. De ez még nem minden. Még azt is meg kell nézni, be van-e írva a neve az élet könyvébe. De azt csak az én Uram veheti a kezébe. Folytassuk a vizsgálatot a pontok miatt? Hagyja. 1000 pontot soha nem érek el. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez, nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Thank you.
Szóval ez itt az a hely, amiről annyit beszéltek a Földön. Hát mégis létezik? Ez a világ mindig is létezett, Szabó úr. De ez csak az előcsarnok. Itt készítünk fel mindenkit a tárgyalásra. De hogy ki kerül a mennybe, ki a pokolba, az csak a bírósági tárgyalás után derül ki. Na jó, nézze, szerintem hagyjuk a formaságokat. Intézzük el egymás között. Tudja, nekem sokat megér, hogyha beenged a mennybe. Ön nem ért valamit, Szabó úr. Istennek is sokat megért ez a dolog. Az egyszülött fiát adta, hogy sem maga, sem más el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ami pedig a megvesztegetést illeti... Ó, várjon azt, nem úgy értettem. Tudom én, hogy mi kell maguknak. Tudja, én például konfirmáltam is. És azután? Azután, hát mi is volt azután? Megörököltem apám kisboltját. Jó befektetés volt. Én jártam volna a templomba, csak hát tudja az üzlet, a biznisz. Valamiből csak meg kellett élnünk. Szabó úr, itt az áll, hogy önnek pontosan 10-szer annyi vagyona volt, mint amennyiből ön és a családja kényelmesen meg tudtak volna élni. Pillanat, ez egyáltalán nem biztos. Telefonálhatnék egyet? Lehet, hogy megint leértékelték a forintot. Ez nem mentség, Szabó úr. Tudjuk, hogy több külföldi bankszámlája is volt. Na, úgy látszik, maguk itt tényleg mindent tudnak. Viszont bizonyára azt is tudják akkor, hogy mennyit alakoztam, nem? Így van. Meg is kapja érte a megfelelő pontszámot. Viszont le is kell, hogy vonjunk belőle. Levonni? Miért? Mert ön az emberek előtt tetszelgett, és nem az Isten szerinti jósággal könyörült meg másokon. Viszont soha nem loptam, csaltam vagy raboltam. És mi a helyzet az adóbevallással? Mindig nagyon becsületes volt? Az nem lopás. Mindenki azt csinálja. Tudhatta a Bibliából, adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és az Istennek, ami az Istené. Ó, hát olyan nagy bűn az, hogy gazdag voltam. Nem. A gazdagság önmagában nem bűn. A bűn az, hogy maga a vagyonát becstelen módon szerezte, és abban bízott. Megíratott a Bibliában. Bolond az, aki a vagyonában bízik, mert ha még az éjjel elkérik a lelkét, nem vihet magával semmit. Úgy látszik, inkább szegénynek kellett volna lennem. Hiszen emlékszem, én boldogok a szegények, mert övék a mennyeknek országa. Még mindig nem ért valamit, Szabó úr. A szegénység önmagában nem üdvözít. Jézus pontosan azt mondta, boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. A szegények és a koldusok ma is kéregetnek a föld utcáin. Ők testi táplálékért könyörögnek. A lelki szegények azért boldogok, mert ők lelki táplálékot kéregetnek Istentől, beismerve, hogy lelkileg szegények, és ezért megelégítetnek. Értek én mindent. Nehezebb a gazdag embernek bejutni a mennyeknek országába, mint a tevének átkelni a tűfokán. Ezt jól idézte, Szabó úr. De azért mégsem lehetetlen dolog ez. Tudja, mi volt a tűfoka? Nem. Mi? Egy kapu, Jeruzsálem falán. Szűk volt. Csak akkor fért át rajta a teve, ha letérdelt. Értem. A fiam. Szólhatnék a fiamnak? Tudja, rosszul neveltem, erőszakos lett és önző, mint én. Nem akarom, hogy ő is erre a sorsa jusson. Attól tartok már, elkésett, Szabó úr. Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda nem emészti meg, és ahol a tolvajok sem ássák ki, és nem lopják el. Mert ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is.
ezt nem hiszem el. Ez nem létezik. Csak egy rossz álom lehet. Ez a világ mindig is létezett. Csak ön kizárta a lehetőségét, fiatalember. Persze, mert tudományosan bebizonyították, hogy nincs teremtés. Az élet keletkezését csak az evolúcióval lehet magyarázni. Mégis, mit tud ön az evolúcióról? Mindent meg tud magyarázni? Hogyne? A genetikai mutációk során mindig csak a legéletképesebb faj maradt fent. A többi kipusztult. Egyik élőlényből keletkezett a másik. Vajon azt is tudja, hogy miként jöttek létre ezek a változatok? 21. században ez már nem lehet kérdés. Ismerjük a DNS-t, az örökítőanyagot. Tudjuk, hogy miből áll, hogyan és milyen enzimek változtatják. Sőt, ezek hibáit is tudjuk. Valamint azt, hogy a hibákat hogyan próbálja kiszűrni a szervezet. Soha nem gondolt arra, hogy ez a bonyolult, összetett működés nem jöhetett létre csak úgy magától? Engedje, hogy befejezzem. Hiszen eljutottunk odáig, hogy az ember bele tudjon avatkozni ezekbe a folyamatokba. Nem akarom meggyőzni. Megvan írva, egyszer minden térd meghajol az Úr Jézus előtt. Meggyőzni? Nem is tudna. Tudjuk, hogy voltak olyan tudós tanárai, akik figyelmeztették, hogy az evolúció és a tudomány, amit Isten ít, nem minden esetben bizonyítható tényeken alapszik. Igen, de ők vallásos emberek voltak. Ők is a természettudomány doktorai voltak. Miért nem hallgatta meg az ő véleményüket is? Nézze, ők egy teremtő Istenről beszéltek. Én pedig a tudományt választottam, nem a hitet. A tudás ellentéte nem a hit, hanem a tudatlanság. A hitnek pedig a hitetlenség. És a keleti filozófia azt hogyan magyarázná? Hogy érti? Maga hitt a buddhizmusban. Ezt a hitet milyen bizonyítékokra, tudásra, saját megtapasztalásra alapozta? Hát, meggyőzőnek tűnt. Megvan írva, az emberek saját szívük kívánsága szerint keresnek maguknak tanítókat. Saját maguk által készített isteneket imádnak. Várjon, várjon! Senki nem tudta bebizonyítani, hogy Isten létezik. Maga fiatalember hogyan bizonyította volna be, hogy nincs? Azt nem tudtam. De hagyjuk a tudományos fejtegetést. Mit tett ön életében, amit fel tudna mutatni? Én rengeteget tanultam. Eltökéltem, hogy híres ember leszek. Felfedezéseimmel gazdagítom a tudományt. Elősegítem az emberiség fejlődését. És a 21. század előjönnek... Ez mind szép! De ha őszinték akarunk lenni, ön a saját dicsőségét kereste egész életében. Ki másét kerestem volna? Kárára volt társainak, nem segített a gyengébbeknek, hanem lenézte őket, és puszta versengésből tanult. Magát különnek tartva másoknál. Megvan írva, aki felmagasztalja magát, az megaláztatik. Honnan tudhattam volna, hogy igaz ez az egész? A húga több ízben figyelmeztette magát emiatt. Hújtjam már! Hát még csak az általános iskola 7. osztályába járt, mit bölcselkedett. Nekem, akinek egyetemi végzettségem van. Hol érdekelt engem az ő véleménye? Látja, Isten szeretetében az is benne van, hogy egy kevésbé tanult ember véleménye is érdekli. Neki minden ember számít, és nem akarja, hogy csak egy is elvesszen közülük. Akár tanult, vagy tanulatlan, híres vagy szürke kis ember, szegény vagy gazdag, bűnös vagy kevésbé az. És most bűn az, hogy én tanultam, hogy éjszakákon át olvastam, és sok ismeretre tettem szert. Nem. Nagyon jó, ha az ember tanul. Sőt, mindenki tanuljon, amennyit lehet. A bűn az, hogy ön a tudásában bízott, és azt a maga dicsőségére szerezte,
nemhogy mások javára használta volna fel sokrétű ismereteit. Az ismeret felfuvalkodottá tesz, a szeretet pedig épít. Mert nincsen másban megigazulás, a fegyelet kő, a szabadulás. Nincs más, csak a Messiás, a Messiás. Mert nincsen másban megigazulás, a fegyelet kő, a szabadulás. Nincs más, csak a Messiás, a Messiás. A száguldás. Jó kisanya. Hol vagyok? Túladagoltad magad. Véget ért az életed. Nem sokára Isten elé kerülsz. Mi? Ne szórakozz már. Úgy eszed vége ott mindennek. És a pasír ki egész este fűzött? Mögöttem az élet. Megvan írva. Amit vet az ember, azt aratja is. De térjünk a tárgyra, kisasszony. Hová kívánkozol? Hová? Gondolom, nem ez a korlátlan lehetőségek hazája. Mondjuk a mennybe. Nehéz lesz. Úgyhogy nehéz. Na várjunk csak. Még csak most múltam 18. Még ki sem éltem magam igazán. Hogy is kivetettem volna el bűnöket? Lassaj voltam. Lassabban. Ezt jobban meg kell vizsgálnunk. Mi a helyzet a kábítószerfogyasztással? Az extazi nem kábítószer. Más országokban legális a fogyasztása. És a kokain? Hát, most próbáltam ki először. De folytassuk. A tanáraidnak folyton hazudtál. Az osztálytársaidat zsaroltad, a szüleidet megloptad. Maga ezt nem értheti. Pénzt kellett szereznem valahogy, és kész. Semmit nem adnak ingyen. Ez így van. Az ördög módszere ez. Mindent ígér, semmit nem ad, mindent elvesz. És a férfi, akit említettél? Melyik? Ez így pontos kérdés. Ezek szerint a számát se tudod annak a rengeteg férfinak, akinek az ágyába bújtál, nemhogy a nevüket. Isten a szexualitás ajándékát a házasságra tartogatta. A lélek egyik gyümölcse az önmegtartóztatás, és az Úr gazdagon megáldja azt. Engedetlenségednek gyilkosság lett a következménye. Gyilkosság? Abortusz. Isten előtt gyilkosság a magzat elhajtás. Ó, de most szültem volna meg 17 évesen. Ne itattak. Az apjára sem nagyon emlékszem. A faterom tuti kirúgott volna. Meg valahol még én is gyerek voltam. Így van. Éppen ezért kellett volna várnod az Istentől való társadra a felnőtté válásig, amikor is a házasságban Isten ajándékaként fogadtátok volna el a gyermeket. És miért nem mondta ezt nekem soha senki? Mert nem akartál hallani róla. Sokszor hívtak Biblia órára, Isten tiszteletre, nem? Jó, de vasárnap. Egész éppen suli, buli által. Valamikor pihennem is kellett. Isten rendelt pihenőnapot, hogy az ember a hét egy napján elcsendesedve megpihenjen színe előtt. De nálad vasárnap is bömbölt a zene. Egyáltalán soha nem tartottál egy kis csendet az életedben, hogy elgondolkozz a dolgaid felől. Jézus sokszor hívott téged, hogy megismerd őt, és megismerd azt a gazdagabb életet, amit neked szánt. De te nem akartad. Őszinte legyek. Azt hittem, az Isten el akart tőlem venni mindent. Az örömeimet, a szabadságomat. Azt hittem, hogy képes leszek boldoggá tenni magam nélküle is. És sikerült? Isten nem akart tőled elvenni semmit, sőt, adni akart.
Ő az ajándékaival akart elhalmozni téged, melyek maradandóak, szemben a te múlandó pillanatnyi örömeiddel. Én gondoltam rá, hogy felveszem vele a kapcsolatot egyszer, de későbbre terveztem. Aki késői kegyelemre számít, az nem fogja elérni azt. Ezért ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a szíveteket. Mi ez? Hol vagyok? Hát már sosem lesz vége. Talán nem erre számított? Miért? Mi ez a hely? Azt hittem végre sikerült. Végre? Ha arra gondolt, hogy sikerült-e véget vetnie a földi életének, akkor igen. Jól van. Ha tudná, hányszor megpróbáltam már, de sosem volt elég erőm. Akkor miért tudok még mindig beszélni, gondolkodni? Hol a végső üresség? Hol a nyugalom? Az Isten valódi nyugalmat, békességet készített az embernek. Mire számított? Nem tudom. Nem számítottam semmire. Csak véget akartam vetni a fájdalomnak. Talán állandó fájdalomban élt? Így van. Egyszerűen már... nem bírtam tovább. Miért? Milyen élete volt? Élet? Hát azt nem lehet életnek nevezni. Élni máról holnapra, munka nélkül, önbecsülés nélkül. Úgyhogy minden rajtam csattant. Mindenért egyedül én voltam a felelős. És a családja? A családom? A feleségem sosem értett meg. Nap mint nap éreztette velem, hogy csak teher vagyok a család nyakán. Talán én tehettem arról, hogy leépítés miatt elbocsátottak. Ő persze mindenért engem hibáztatott, a tönkrement életéért. Mintha nekem olyan szép életem lett volna. Pedig olyan jól indult minden. Osztály első voltam, ígéretes, a tanáraim mind bíztattak. Akkor mi volt a baj? Minden összeesküdött elne. Szüleim korán beleerőltettek a házasságba, így nem tanulhattam tovább. Utána pedig a gyerekek is hamar meglettek, így nem mehettem külföldre dolgozni, nem hagyhattam itthon a családomat. A külföldi munka minden problémáját megoldotta volna? Mindet nem is. Legalább jó anyagi körülmények között érhettünk volna. Feleségem jobban tisztelt volna. Talán jobban szerett volna. És a gyermekei? Ők sem szerettek már, hiszen miután elvesztettem a munkámat, és nem találtam mást, teljesen összetörtem, és inni kezdtem. Pedig, hogy szeretem őket. Kisfiam szinte már két férfi. És a lányom, szép, mint egy angyal. Istenem, hogy többet nem érinthetem meg a kezüket, nem foghatom meg az arcukat többé.
A kislánya sem szerette? Az ő szemébe volt a legnehezebb névnem. Én pontosan tudtam, hogy milyennek kellene lennem, és hogy milyen csapnivaló apjuk vagyok, de nem ment. Minden nap a kocsmában kötöttem ki, ahová a feleségem gyakran pont őt küldte, hogy hívjon haza. Ahogy nőtt bennem a szégyen és az utálat, úgy ittam egyre többet. Nem csoda, hogy nem szeretett senki. Isten irgalmas szeretettel hívogatta önt is. Jézus maga mondta, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én nyugalmat adok nektek. Hogy Isten szeretett engem? Hányszor imádkoztam hozzá hiába, amikor nagy szükségem lett volna a segítségére, amikor a terveim csődöt mondtak, sosem segített meg. Én próbáltam betartani a törvényeit, de ilyen elvárásoknak nem lehet megfelelni, ez egyszerűen képtelenség. Isten nem azért szeret, mert úgy élünk, ahogy azt elvárja tőlünk. Ő új élettel ajándékoz meg, és a Szent Lelke által képessé tesz arra, hogy neki tetsző életet éljünk. Istennek önnel még terve volt. Nem ő akarta, hogy ide kerüljön. Én ebből semmit sem láttam. Igaz, nem is hittem benne, miután felnőttem. Hiszen csak azt láttam magam körül, hogy az viszi valamire, aki céltudatos, aki a saját akaratában és elhatározásában hisz. Én is ilyen akartam lenni. De nekem semmi sem sikerült. Miért ölte meg magát? Elegen lett. Nap mint nap, ahogy magamhoz tértem a kábulatból, folytogatott a szégyen és az önutálat. Semmi értelmét nem láttam, hogy küszködjek tovább. Elhatároztam, hogy véget vetek ennek. Talán észre sem veszik, hogy már nem megyek haza. És talán a gyerekeknek is jobb lesz, ha nem lesz egy részeg, aki kiiszta a kenyeret a szájukból. Ha ez igaz lenne, nem siratnák most olyan keservesen. Jézus épp az ilyen emberekhez, mint ön, hajolt a legközelebb. Hány embernek adta vissza a reménységét, testi és lelki gyógyulását? Annyira szerette magát, hogy még a kereszthalál kínját is vállalta, csak hogy reménységet és értelmet adhasson önnek is, hogy megbocsássa a bűneit, és új, értelmes élettel ajándékozza meg. Csak keresnie kellett volna őt, ahogyan ő is kereste és hívogatta magát. Így? Így szeretett volna engem? Egy ilyen embert? Igen. Igen, magát. Segítséget adott volna, erőt és kiutat a reménytelenségből. Nem bánhatott volna így a testével. Az öngyilkosság nem megoldás, bűn Isten szemében. Mi lesz most velem? Isten ítélőszék elé kerül, az ő irgalmára kell bíznia magát. Szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma, minden reggel megújul. Nagy a te hűséged. Thank you.
Jaj, de jó, hogy itt van, aranyoskám. Meg tudnál nekem mondani, hogy merre kell mennem a mennyországba? Egy pillanat, néni. Előbb meg kell vizsgálnunk, hogy merre mehet. Hát csak is a mennybe, kedveském. Jó ember voltam. Templomba is jártam minden vasárnap. Mindig dobtam a persejbe, és megtartottam minden rendelkezést. A 10 parancsolatot is meg tetszett tartani? Hát persze. Azt is, hogy ne ölj. Hogy ne, kedveském? Itt úgy tudjuk, hogy ellenséges viszonyban állt a szomszédasszonnyal. Többször megátkozta és a halálát kívánta. Hogy is lehetett volna békében élni azzal az átok fajzattal? De meg is verte a jó Isten. Bevégezte a múlt évben. Tudja a néni, hogy Jézus Krisztus ezért az asszonyért is meghalt? Jaj, persze. Én nem is úgy gondoltam. A néni pedig ezt a váltságot semmisnek nyilvánítva gyilkos indulattal volt iránta. A Biblia tanítása szerint nem csak tettel, de szóval, sőt, gondolattal is lehet ölni. De menjünk tovább. A ne tégy hamis tanúbizonyságot parancsol. Hogy tetszik állni? Ó, hát én egy rossz szót soha senkire nem mondtam. Én aztán... Ez sem igaz. Tudomásunk van róla, hogy mennyi kárt okozott a környezetében azzal, hogy hazug pletykákat terjesztett. Mennyi ellenségeskedés és válás származott a rágalmaiból. A sógorát is folyton gyalázta. Hát lopott, mint a szarka. Igen, valóban. Bűnös ember volt ő is. Viszont fáradhatatlanul dolgozott a családjáért, és voltak érdemei is. Hamis tanúbizonyság az is, ha valakinek a rossz tulajdonságait előtérbe helyezzük, a jókat pedig meg sem említjük. Jaj, kedveském, nem hiszem, hogy a jó Isten megbüntetne engem ezért. Újabb hamis elképzelés az, amikor Isten egy tulajdonságát, hogy ő jó, kiemeljük, túlhangsúlyozzuk. Holott Isten jósága mellett igazságos és ítélő Isten is. Megvan írva, a bűnt büntetés követi. A bűnös embernek meg kell bűnhődnie. Isten tudta, hogy minden ember el fog követni bűnöket. Így minden embernek az elszámoláskor bűnei miatt meg kellene halnia. De Isten annyira szerette ezt a világot, hogy az egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Jézus Krisztus a golgotai keresztfán halt meg minden egyes ember bűnéért. Isten őt büntette, ő volt a helyettes áldozat. Ó, tudom én ezt, hiszen jártam én templomba, a Bibliát is olvastam, néha. Tetszett olvasni a Bibliát? És a néni újjászületett? Nekem arra nem volt szükségem. Én mindig is hittem a jó Istenbe. Én már egész kicsi koromtól kezdve. Jézus maga mondta, szükség nektek újonnan születnetek. Aki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. Ezt Jézus Nikodémusnak, Izrael egyik legnagyobb vallási vezetőjének mondta. Ha tehát még neki is szüksége volt az újjászületésre, akkor a néninek erre nem volt szüksége, hiszen enélkül a vallásossága sem ért semmit. Mit jelent hát újonnan születni? Mindenek előtt be kellett volna látnia, hogy Isten előtt a bűneivel nem tud megállni. Bűnbánatot tartva, hittel el kellett volna fogadnia, hogy Jézus meghalt az ön bűneiért is, maga helyett. Be kellett volna hívnia Jézust az életébe, azzal az elhatározással, hogy ezentúl neki él, úgy, ahogy ő kívánja, és úgy kellett volna átadott életet élnie, növekedve Isten kegyelmében, hogy az Isten tetszését is elnyerje. Ugyanis ezáltal találja meg az ember boldogságát, békességét, annak célját és értelmét, hogy mi végre teremtetett a földre. Ó, én bolga öregasszony, mindig azt gondoltam, hogy Isten nagyon elégedett az életemmel.
hogy én mindent megadtam neki. Ennél többre nincs szükség. Ez a nép csak szájával tisztel engem, de szíve távol van tőlem. Én bűnös ember voltam. Nocsak. Úgy éltem le fiatalságomat, hogy Istenről, Jézusról, bűnről, szeretetről hallani sem akartam. Helyette mentem a saját fejem és mások után. Pedig otthon szüleimtől minden szükségest megkaptam, mégis többször megloptam őket, hazudtam nekik, hamisítottam aláírásukat, édesapám munkáit szándékosan rongáltam. Az iskola helyett gyakran a focit választottam, és a baráti társaságomban nem ritkán alkoholizáltam és káromkodtam. Mindezek ellenére a jó tanulmányi eredményeim és a rendezett családi hátterem alapján magamat jónak tartottam. Egyetemista éveimben, miután megszűnt a mindennapos szülői felügyelet, megcsapott a világ, nyújtott a szabadság, és az otthonról hozott erkölcsi tartásom szép lassan elfogyott, mivel bekapcsolódtam az egyetemista, kollégista életbe, ami egyre gyakoribb éjszakai bulizásokhoz, egyre durvább iszogatásokhoz és az egyetem hiányos látogatásához vezettek. Éjszakában nyúlóan csüngtem a számítógép és a zene rabságában. Istenről és egyházról hamis képen volt. Azt gondoltam, hogy a gyülekezet az egy fekete ruhás, öreg, nyugdíjas néni közössége, és bár korábban egy ideig jártam a helyi gyülekezetbe, úgy gondolkodtam, hogy ha nyugdíjas leszek, akkor ráérek nyugodt, békés, vallásos életet élni. A rengeteg bulizás ellenére magányos voltam, hanyagoltam családomat, barátaimat, rokonaimat, és úgy véltem, hogy ezen a magányosságon csak egy társ segíthet. Annak rendje módja szerint meg is ismerkedtem egy lánnyal, akivel a világ szerint éltük kapcsolatunkat, és bár hamar rájöttem, hogy nem ezt a lányt szeretném életem párjául, a testiség elvakított, és elvette minden erőmet, hogy kimondjam a szakítást. Ebben a megüresedett, kiégett állapotban kellett megfogalmaznom magamnak, hogy a társ önmagában nem boldogít. Ráadásul ez a lány egyszer csak elém állt, és közölte, hogy valószínű gyerekünk lesz. Ez volt az utolsó csepp a pohárban. Testileg, lelkileg megnyomorodva, ott álltam maga tehetetlenül. Nézze, itt mindenki védekezni szokott. A jó cselekedeteit hangsúlyozza. Maga pedig a bűneit sorolja? Várjon, még nem fejeztem be. Ebben a nyomorúságos időszakban kezdtek el derengeni bennem gyermekkorom biblia órái, nagybátyám bizonyságtételei, és még az interneten is keresgéltem prédikációk után, amit naponta kinyomtattam és elolvastam, és mikor a számomra lesújtó hírt közölte ez a lány, végső elkeseredésemben így kiáltottam, hogy Isten, látom, hogy milyen undorító dolgot műveltem, ami neked utálatos,
de ha létezel, kérlek, segíts rajtam. És Isten másnap megmutatta, hogy ő személyesen létezik, és meghallgatta imádságomat. Kiderült, hogy a lány nem esett teherbe, és ettől kezdve Isten elkezdte az ő munkáját bennem. Elkezdtem olvasni a Bibliát, amin keresztül egy teljesen új világ tárult ki előttem. Az igéből tudtam meg, hogy a rám zúduló fiatalkori vétkeimre azért nyertem bűnbocsánatot, mert helyettem az Úr Jézus Krisztus hordozta el a bűneimnek a következményét, a halált. Az igéből tudtam meg, hogy Isten ajándékozott meg az örök élet reménységével, és nem csak engemet, hanem mindazokat, akik ezt hittel elfogadják. És Isten közben megszabadított paráznaságtól, a zene és a számítógép rabságától, elvezetett egy református gyülekezetbe, ahol bekapcsolódhattam egy református közösségbe, egy ifjúsági közösségbe, és a tőle kapott új életét hálából itt is szolgálhattam. És ő ajándékozott meg igaz barátokkal, és ő rombolta el a korábbi téves képemet az egyházról. És Isten közben formálta Isten ismeretemet, bátorított, feddett, buzdított és formált. Ő ajándékozott meg feleségemmel, családommal, annak ellenére, hogy mennyi szomorúságot okoztam korábban kapcsolataimmal. És Isten vezetett el a munkahelyemre, ő ajándékozott meg otthonunkkal, megéhetésünkkel, úgyhogy a hetedik napon nyugodt szívvel pihenhettünk meg. És nem maradtak el életemből a bukásaim sem, a próbák sem, de Isten azokat az ő szeretetéből fakadóan mind a javamra fordította. És volt időszak, amikor magamat különnek tartottam a nem hívőknél, és Isten ilyenkor szeretettel alázatra intett, és megmutatta, hogy bármi jó, ami van én bennem, az őtőle származik. És sokszor azon kaptam magamat, hogy jó cselekedetekkel szeretnék Istennek és embereknek megfelelni, hogy jó cselekedetekkel szeretném az ő elismerésüket és szeretetüket megszerezni, és Isten ilyenkor mindig rámutatott, hogy a hitemmel van a baj. Tudnivik azzal, hogy nem veszem komolyan, hogy az Úr Jézus Krisztusért én az Atyának a szeretett gyermeke vagyok. Azért, mert az Úr Jézus Krisztus helyettem már egyszer megfelelt az Atyánál, és nekem nem kell még egyszer megfelelnem, nem kell bizonyítanom, hanem pont ezekért hálából szánhatom oda az én életemet, ő érte. Ezek azok, akik a nagy nyomorúságból jöttek, és megmosták ruhájukat, és megfehérítették a bárány vérében. Ezért vannak az Isten trónusa előtt, és szolgálják őt éjjel és nappal az ő templomában, és a trónuson ülő velük lakik. Nem éheznek, és nem szomjaznak többé, sem a nap nem tűz rájuk, sem semmi más hőség, mert a bárány, aki középen a trónusnál van, legelteti őket, elvezeti őket az élet vizének forrásaihoz, és az Isten letörül szemükről minden könnyet. Thank you.
Kovács úr felébredt, fürdött az izzadságban. Ilyetten nézett körül. Olyan sötét volt, mint ott, ahová nem akart kerülni. Meglátva a szobája falán függő, ismerős keresztet, rádöbbent. Hát itthon vagyok. Hát álom volt az egész. Kovács úr kiugrott az ágyból. Csak álom, gondolta végtelenül boldogan, és elindult, hogy lehozza a padlásról az öreg Bibliáját. Különös kíváncsisággal lapozgatta, majd az egyik oldalon ezt olvasta. De még vár az Úr, hogy megkegyelmezhessen, még hallgat, hogy irgalmazhasson, mert bár ítélő Isten az Úr, boldogok mindazok, akik benne reménykednek. Kovács úr ámulva ismert magára. Térdre borult, és életében először imádkozott. Ettől a naptól kezdve a Kovács család életében elkezdődött valami egészen új. Jézus Krisztusnak egy mondatát szeretném olvasni a János evangéliuma 5. részének 24. verséből. Bizony-bizony, mondom néktek, aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van. Sőt, ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe. Van egy kedves lelkésztársam, aki készítetett magának egy kis kitűzőt, itt az Apója galérián holdja mindig, ahol sokan sokfélét szoktak holdani. Semmi nincs rajta, csak két kérdőjel. És azt mondja, sokan meg szokták kérdezni, hogy ez meg mit jelent. És ilyenkor ő boldogan elmondja, az egyik kérdőjel arra utal, hogy ha most meghalnál, tudod-e, hogy hova kerülsz? A másik, ha megállsz a mennyország kapujában, és szeretnél bemenni, mire hivatkozol? És ennek a két kérdésnek az alapján nagyon sok fontos dolgot meg lehet beszélni. Úgy gondolom, valóban igaz, ami kiderült ezekből a jelenetekből is, hogy vajmi ritkán gondolkozunk ezeken a sorsdöntő kérdéseken. Pedig bármelyikünkkel, bármelyik pillanatban megtörténhet, hogy befejeződik ez a földi élet. És akkor hol folytatódik majd? Mert megvan írva a Bibliában, hogy elvégzett dolog, hogy az emberek egyszer meghalnak, és utána az ítélet. Sok embernek az az alapbaja, hogy ezeket a világos figyelmeztetéseket, örömhíreket, óvásokat, amiket Isten az ő igéjében elénk adott, egyszerűen nem vesszük komolyan. Olyan világosan ott van minden, amit itt most hallottunk. A saját érdekünkben komolyan kellene venni. Mert valóban, hova kerülünk, ha befejeződik ez a földi élet? A Biblia világosan szól arról, hogy csak két lehetőség van. Aki Isten nélkül töltötte ezt az innenső parti részt, a földi életet, az Isten nélkül kell, hogy eltöltse az örökké valóságot. És ez valami borzalmas lesz. Aki Istennel járt itt, akármilyen bukdásolva is, de igaz hittel, az vele töltheti. És ennek az örömeiről és szépségéről is szól a Biblia. És ha megállunk majd ott a kapu előtt, és mi is szeretnénk bejutni, akkor mire hivatkozunk? Annyira a Biblia szellemében fogalmazódott meg az, ami itt elhangzott, ott senkit nem érdekelnek a mi hőstetteink, a mi szenvedésünk, a mi erényeink, jó cselekedeteink, ez ott nem fizető eszköz. Ott nem mire lehet hivatkozni, hanem kire. Valóban úgy, ahogy ez a befejező ének is fölhívta rá a figyelmünket, hogy nagy dolog a megváltás, a megigazítás, de a megváltó, ő a fontos. És minden azon múlik,
hogy valaki az élő Jézus Krisztussal együtt járta-e ezt a földi életet, vagy nem. Mondom nagyon egyszerűen, úgy, ahogy a Biblia elénk adja, a mennyországba, az üdvösségbe csak Jézussal együtt lehet bemenni. És ez nem azonos azzal, hogy a nénike járt templomba és olvasgatta a Bibliát, néha utána tette becsületesen, és nem azonos semmi mással. Ezt nem lehet összehasonlítani és összetéveszteni senkivel. Aki életében egyszer eljut oda, ahogyan az utolsó bizonyságtételből hallottuk, hogy Uram, én semmi jót nem érdemlek tőled, de te megígérted, hogy az ilyen nyomorultakat is szereted, könyörülj rajtam. Gyere be az életembe, és te legyél ott az Úr. Jézus azt mondja, hogy aki így kinyitja az ajtót előtte, bemegy ahhoz, és mindenét neki adja. Akinek az életében viszont ez bekövetkezett, ott csak ugyan megváltozik minden. Ott új szakasz kezdődik már itt, és ennek nem lesz vége a halálunkkal sem. Ezért mondja itt Jézus, hogy aki hisz ő benne, vagyis aki hallgatja az ő igéjét, komolyan veszi, és elhiszi, hogy őt az Atya küldte, mi hozzánk küldte, annak örök élete van. Nem azt mondja, hogy lesz, van. Sőt, még részletezi is, hogy az ilyen ember már nem megy ítéletre, mert átment a halálból az életbe, az Isten nélküli állapotból az Istennel való közösségbe. Már itt átment a pokolból a mennyországba, hogy egészen világos legyen. És elkezdődik az örök élet, a mennyország már itt, azoknak az életében, akik Jézussal összekötik az életüket. Most még az a helyzet, amiről a legelső ének szólt, hogy Jézus kopogtat a szíved ajtaján. De egyszer majd mi kopogtatunk az ő ajtaján. Mit fogott mondani nekünk? Akik beengedték, behívták őt itt az életükbe, azoknak azt mondja, hogy gyertek, én atyám áldottjai, örököljétek azt az országot, amely számotokra készítetett a világ alapítása óta. Akik itt nem engedték be őt, azoknak azt mondja majd, távozzatok tőlem, ti átkozottak az örök tűzre. Itt dől el valóban az örök sorsunk. De nem csak az örök sorsunk, hanem az is, hogy a testben hátra levő időnket hogyan, mivel töltjük. Isten indítson minél többünket arra, hogy amíg arra lehetőségünk van, akár ma, mondjuk el a magunk szavaival egyszerűen, Uram, én eddig gyakorlatilag nélküled éltem, lehet, hogy jó ember vagyok, de ezentúl veled akarok járni. Veled itt, és veled az örökké valóságban. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, olyan sok szépet tudunk mondani mi is magunkról, és mégis olyan sokszor elküldtünk már téged az ajtónk elől, vagy hagyjuk, hogy ott várj és kopogtass. Még rólad is tudunk szépeket mondani, csak éppen lehet, hogy nem ismerünk igazán, és nem veled élünk. Szeretnénk most az ének szavaival a magunk vallomásaként elmondani, bús szégyennel behívunk, az ajtónk nyitva már, jöjj Jézus, jöjj, ne hagyj el, a szívünk várva vár. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség
mind örökké. Amen. Köszönöm szépen fiatal testvéreink szolgálatát. Hiszem, hogy Isten még beszél velünk tovább is, mindazon keresztül, ami itt elhangzott. A befejező áldás előtt együtt is énekeljük el ezt az éneket, amiből az imádság volt idézett, a 457. énekünket. Segítsünk egymásnak énekeskönyvvel, hogy minél többen tudjuk mondani. 457. Ó Jézus, állva csendben, az ajtón kívül állsz. Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestől, és a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek, fedhetetlenül őriztessék meg, ami Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki elhívott titeket, és ő meg is cselekszi ezt. Amen. Isten velünk, viszontlátásra!